Na szép jó estét mindenkinek, üdvözlök mindenkit ezen a mai esti Hágas Mályi zene, nem ezen a mai World of Warship live-on. Nemrég értünk haza a strandról, és kutyogott a telefonom. Kamera van, mert én meg itt kellem van. Nem, nincsen kamera, még cigilóg a kezembe. Mit akartam mondani? Szóval kutyogott a telefonom, Stark Panzer küldte az új kódokat. Úgyhogy elvileg ma új kódok lesznek kisorsolva. Végül is nem Aurorát, hanem USS Smith-et fogunk kisorsolni. Kaptam 4 kódot, úgyhogy abból majd valamennyit szerintem kidobunk itt nektek. Szia Meli, szia Gergely, szia Áron, szia Dokim, szia Monster, üdvözöllek benneteket. Ugye Monster, jó ez a játék, jó ez a játék. A német ágat érdemes különben vinni, tehát legelőször a német ágat érdemes vinni, és utána jöhet mellé minden más, Hali szakasz lesz, Doki 7-es hajóval akarok most menni, nem tudom, van-e 7-es hajód, ha van, akkor mehetünk szakaszt. Roman 7, Tibi, ma hajókázunk, vagy rank más, várunk más meglepetés. Ma csak hajókázunk, nem lesz más. A USS Smith lesz kisorsolva, szóval aki szeretne USS Smith-t, az nem azt sem tudom, hanyas szintű hajó különben, tehát is semmit nem tudok róla. De mindjárt megnézem különben, hogy milyen hajó az a USS Smith, azt fogom én itt nektek kisorsolni. És akkor köszönöm szépen Starkynek, hogy elküldte a kódokat, természetesen. Köszi Starky, itt így a live elején is hajó elemzések. Hát a hajó elemzésben nincsenek benne. Az jó. Na mindegy. Az lesz kisorsolva, srácok. Kész. 600. Ez van. Így, és akkor benyomom a videó rögzítő eszközt. Elvileg most már lesz fejem. Ott a fejem, megint benne van a nap. Tök jó. És akkor üdvözlök. Szia Tamás. Szia Ferenc. Igen, megéri a lőve szerintem egy jó kis hajó. Akkor Doki... Jó kis tank. Gerike, Ali Tiborka, nagy úr, csókoltatom Nyunyit. Nyunyi, csókoltatnak téged. Ő is csókoltatja a drága Gerikét, Gergőkét. Na, Doki, akkor gyere fel a játékba, én elmegyek egy csatára. És akkor utána... Közösen fogjuk akkor csapatni. Indítok még egy TS-t is. Indítok egy TS-t, akkor gyere fel majd TS-re is. USS Smith-et sorsolok, Stevie. USS Smith-et. Küldték nekem a kódot, úgyhogy... Majd Doki írja a cseten, hogyha bent vagy a TS-en az előszobába, akkor behozlak. Schwarz nevű pályán, Schwarz nevű, és rózsaszín vagyok! Én mindig ratja a színem. Na, tettem már dukkót a hajóra, hol van? Na, azért megjelent a festés is. Na, jó munkát neked amúgy, Stevie! Igen, éjszakás. De természetesen, Stevie, te is tudod... Hol a TS cím? Amúgy csak szólok, hogy én vagyok Gerike. Kálmán Gergely a Gerike. Menjünk el C-re? Terünk el C-re. Ja, arra fordul a Colorado is, meg a Bayern is. Akkor megyünk C-re. Igen, megéri a lőve, megéri. Jó tank a lőve. Thank you. Okay. Thank you. Úgyhogy Stevie, hogyha sasolsz, vagy nem tudom mennyi időd van, a Facebookot te is tudod lájkolni, telefonról tudsz lájkolni, vagy tabletról. Tehát a kódot akár te is megnyerheted. Ugye ma USS Smith lesz kisorsolva. Be vannak töltve a torpedók. Micsoda? Besompolygok ide a Colorado mögé.
mellé. Próbálok majd nem tarkul lövöldözni, ha már rózsaszín vagyok. Amúgy meg csak annyi lesz, hogy a Facebook oldalra bedobok egy képet megint, vagy valamit, és akkor azt kell lájkolni, és akkor kisorsolom Facebook nyertessel. C-t már foglalják. Colorado eldurrantotta magát. Hát az ott nem hiszem, hogy talált. Detected vagy voltam. Oh, York a világ végén van még nekem. 26 kilométer. Fusó 23. Mind lőtávolon kívül van, elég durván. Nem tudom, hogy ezen a pályán mi a jó taktika. Téves címet valaki bedobja-e? Nem mentetted el, Doki? A kocka party pont. Hú, nem tudom. Bocsi, mit kell tenni a kódért? Van tírhetes hajóm, igen. Oké, Doki. Annyi kell mondom, hogy lájkolni kell a Facebook oldalt, és akkor semmi más dolgod nincsen. Én kisorsolok Facebook nyertessel is kész. Mindjárt bedobom a teljes linket is. Leander Fergát. Van itt minden srácok. Nem sajnos. Jó, be fogom dobni csata után. Ott van, kockaparty.eu.4 darab 9-es. Köszönjük szépen. Hát a Leander az, az elmúlt. Nem. Mi nem volt ott valami, mert így nem láttam helyet. Mindjárt. Emily Britain 12, eltűnt róla a spot. Ó! Oh! Most jó, mert két oldalról világítják a fejemet. És az a hajó az, hát rálőjünk. Mindegy, elküldünk egy sorozatot. Hát mögé esett. Tibi, melyik tier 6-os prémium hajót ajánlanak? Dönker? Lajos? Dönker? Dönker nem olyan rossz hajó. Na, mennek a golyók! Tibi, hétvégén búcsú van nálunk, jöttök nyúnyival, nincs messze. Hol laksz, Gerike? De nem hiszem, mert hétvégén én, nekem szombat reggel telik majd, holnap este nem lesz live. Arra már most szólok, hogy holnap este nem lesz live. Vasárnap még megint nappalos vagyok, szóval elég necces, de hol van az a nincs messze? A segít elkapja? Hát egy elkapta. Na jó, fordítsuk a hajót, mert full oldalt mutatunk nekik, és annyira nem szeretnék Citadellát kapni. Tier 6-ban az van. Na forduljunk. Nagyon besűrűsödött az ellenség, Szlovákia. Hát hogyha mondjuk Losoncon lenne, akkor kiugorhatnék Losoncra. Oké, Kitty, te is hajózol. Oké. Kitty, félfüllel azért, hogyha tudod, akkor hallgasd a live-ot, mert hajót fogok kisorsolni méghozzá USS Smith-et. Ha szeretnéd a kódot, akkor esetleg félfüllel hallgassod a live-ot, vagy telefonról, vagy valamiről, mert esély van a kódra.
Most fog fölgyorsulni? Hát az még elkapja, még elkapja! Nem. Á, de 3400. Szia Blockhaus Schneider, próbálok figyelni, ne rángassam a kamerát, oké. Azt mondja Áron, Tibi mennék szakaszt, van tírhetes hajód, mert ma Nice-on úznék. Léci, Citadellát te szeretnék? Hát körbe lövöldöztem. Hallgatlak Tabo, oké, Kitty, tehát Facebookon fogom kisorsolni. Ez a Aurora kód helyett van, az meg ott megállt. Mire odaérnek a golyók, fölgyorsít. 1160. Jó, de elmentünk. Akár még el is mehettünk volna, ha tényleg nem dolgozok hétvégén. Már illik menni vasútra is dolgozni, nem már. És meg szabizgattam, meg minden. Hát 3004. Nagyon karcsú lövések. 2320. Itt van a másik hajó. Basszus kulcs. Hát azért van egy pár darab szabad XP-m, szóval tudok fejleszteni azon, nem újon. Szétgyújtanak. A másodlagosoknak jelöljük már ki. Ez mit akar? Idióta. És léket kaptam, ezt nem hiszem el. Léket kaptam. Ó. Oh. Égek, minden van. Benne a Citadellára, meghaltam. Szia Heki, szia. Szia Henrik, üdvözöllek. Az idióta, hogy nekem jött. Egy prótip német csatahajókkal az esélyes közelharcot keres, mert így sajna nem ér semmit. Hát nem gondoltam, hogy nekem fog ennyire jönni, tehát azt nem gondoltam neki, hogy így nekem fog rongyolni. És akkor behúzom Dokit. És... adtam rá hangot, szia Doki! Elvileg hallasz. Fülelek. No, és akkor fél pillanat, Doki nem tudom, hall-e. Halló, hallasz? Halló. Hallasz, oké, királyság. Ó, és kaptam még egy lucot. Ez a csütörtöki lucot. Köszönöm szépen, Tamás. Köszönöm. Jó van, kicsim, gurulj egy pár körtankba. Fölléptél játékba? Igen. Oké. Okay.
Fú, de rohadt meleg van. Olyan jó volt ma a strandon. Szétáztattam a zacsit. És akkor bedobok a csetre egy linket. Lehet lájkolgatni. Srácok, fiúk és lányok, lehet lájkolgatni. Akkor gyerünk. Hát még ez nekem csatába lesz, úgyhogy akkor gyerünk valami mással. Na, hanyas. Hát... Pillanat. És akkor milyen néven futsz te a World of Warship-be? Dementor. D3. Megvagy. Megvagy. Invellek. Oké. Okay. Remélem jobban megy, mint a múltkori kutuzolos. Fáj a bőröd? Nem baj. Mitől, anya? Na, kijött a Gnaizenó, akkor ezzel megyünk. Jön még valaki? Ketten leszünk? Mert pillanat, most olvasom. Jön a híró is, neki is van 7-es hajója. És akkor... Invade to Division. Volt most valami frissítés, mert megint angol a játék. Igen, volt. Volt ma egy. Ma volt frissítés? Bizony. És ez mit tartalmaz? Hát, jó kérdés. Ja, jó. Oké. Okay. Nem tudom. Várja, várja, még Pan Heki, még nincsen izém. Bismarckom, még... Hopp, esetleg gyakorló is lesz. Nem, ma nem lesz gyakorló. 135 ezer, hát még 35 ezer kell hozzá. Na gyerünk, híró, tegyél hajót, majdnem azt mondtam, hogy tankot. Na, Hiro, gyere! Jó van, de küldtem neked meghívót. Csak néhány bugot fixált. Ó, az jó, oké. Okay. Köszi, Henrik. És ez a csütörtöki lócod, meg volt egy Andrejtól, ezt nem olvastam. Szia, Léci, megmutatod azt az ablakot, amelyen keresztül rád süt a nap. Én a németet mondom, Kitty. Német csatahajók jobbak, mint az amerikaiak. Szerintem így jobban. Így van, a német a jó. Na most mit mutassak egy ablakon, srácok, amin besüt a nap? Most le van húzva. Oké, Heki. Na közben lájkolgassátok a linket. Ezért tankolom, volt kód még van, vagy csak van, a van még volt kódom. Mert azt majd volt alatt fogom kisorsolni. Azok még Matildák még? Igen, még Matildám van, igen, meg invét kódom van. Na, melyik legyen? Szia, Geri. Vagy B, A. A van a legközelebb. Oké, megyek spot. Nem tudom, hogy bennem van az, hogy amerikai csatahajóval vagyok, az közben némettel, de ugye a legközelebbihez megyek. Akkor próbálom felspottolni.
De aki akar, aki oké, neked nincs, de többiek lájkolják, akik szeretnének a Wolfsba egy Sims-et. Le vagyok kókadva, mint a Billy füle. Tiborka, volt pár frissítés a VT-ben. Na, Geri, mesélj, mi volt? Mondjuk holnap délelőtt lehet, hogy lesz VT Live. De mesélj, mi volt? Mondjuk nem újak, csak most szólok. Hát mikor volt frissítés a VT-ben? New Max is jön. Dehogy. No. Jön Gneisenau, meg Hipper, meg Karolina. Lesz itt minden, szétpofoznak minket. Van itt HP. Jön a Nagato is, kicsit visszaveszek a tempóból, mert ez... félelmetesen ügyesen odaérünk. Akatsukival ne nagyon haj meg majd, jó? Mehel, megpróbálom. Úgy óvatosba halljál meg, jó? Pár csatatér megváltozott, meg új repülők kerültek be Árkádba. Árkádon egy picit még könnyíthetnének, Geri, mert picit nehéz. Tehát aki nincs hozzászokva ez a moduláris sebzéshez, annak nehéz az Árkád. Múltkor nem tudom, mit ott voltál, amikor szívtam, elkezdtem a szovjet ágat, és akkor a... szívtam a szovjet tartalékos tankokkal. Fordulj, hova fordulsz, Gneisenau? Jajjaj. Hát itt elég kevesen leszünk. Itt kevesen leszünk, itt van igen, mindenki. Egy, gyere, gyere, próbálj meg valamennyire visszaiszkirillizni. Jön a Karolina is. És... na, nyomok neked egy kis csat. Oké. Nem, randomba is kóba nem egyforma az XP osztás, kóba kevesebb. 5.7-ben játszott jetekkel repülhetek. Wow, az akkor holnap izéki kellene próbálni a tigrincsekkel. Na végre, van itt egy romboló. Itt van a benzol romboló. Az nekem nem jó. Mert megpróbálok befordulni a füstöthöz. Júj. Nincsenek még Zalán, remélem nem akarják azzal elcseszni a dolgot, hogy itt is lennének goldlőszerek. Mert majd meglátjuk, hogy mi lesz. De egyelőre nincsen. AP van, meg heat van, nem heat, repesz van. Dehogy heat, miről beszélek? Nincsen heat. AP van, meg repesz van. Itt van mindenki. Mindenki itt van. Elég baj az. Ez 1160. Az a baj, az a benzon a szétszett, ha találkozunk vele. Elég sok HP-t elbuktam, úgyhogy én egy picit hátra felé jövök. 4988. Micsoda? Ja? Nem, jó áll. Júj! Az a Bayern, az... mondjuk itt lesz. Ez se jobb. Még menekülök hátrébb, még menekülök hátrébb. Ez elég erős ez az oldal.
Szia László, üdvözöllek! Szia István! Szia, szia, szia! Nem igaz, hát ez... A most érkezőknek is mondom, hogy nemrég bedobtam a chatre egy linket. Én. És azon... Most egy benzont fogok... Nem. De egy címszet fogok kisorsolni. A benzont néztem. Szóval lehet lájkolgatni, hamarosan kisorsolom egy cím... Kedves kolléga, kedves kolléga, akinek nem voltam hajlandó bét foglalni, lerakott. Papa, ki az a kis hajós? Ki volt az a kis... Nem tudom, kisfiam. És hol van Stevie bácsi? Stevie bácsi dolgozik. És Gyurmó? Gyurmó, meg nem tudom, hogy hol van. Tudom, hogy rángatom a kamerán, csak próbálok figyelni. 6148. Fordul. Ez nem talált. Nem befordította a hajóját. Négy másodperc. Fordul a Bayern. Jó. Igen, 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 István, Szabin voltam, de már holnap megyek éjszakára. Három lepattanó, szia Robert, már három, holnap már megyek éjszakára, vasárnap nappalra, úgyhogy most már belehúzok. Stevie, bedobtam a linket, hogyha tudsz, görges vissza, aztán lájkoljál te is. Az első lövésem, de szétment. Úgy széttette a lábát a két golyó. Tibi meglett a Goloradónak, gratulálok, szia Krumpli! Pontokban jobban állunk, azzal úgy nincsen gond, de... Majd megnézzük. Majd megnézzük. Én most Nassau-t húzom. Ah, már olyan jó elszkittél, hogy már Nassau-t húzol. Szia, Bendor. Szia, György. De szétment megint az elevés. Nagató, hírót le ne üssem, nem szeretnék még tovább rózsaszín lenni. Hát ezt a War Thunder frissítést is meg kell nézni. Felém jön. Ez meg így megy. Parárará. Á, pontokkal behúzzuk. Nem, á, hát ezt komolyan mondom. Meg Robert, hogy ne érné már meg annyi, főleg hogy 7002-es. És megint elfordul a gráf. A lőjünk Bayernra. P-
pont bementem a hegy mögé, egy golyó fel is, levedék fel is akadt a hegybe. Nem akar, nem akarja, hogy eltaláljam azt a bájját, nem akarja. Egy darabig szerintem. Szia, Bora. Légy, köszönöm, végre már sebeztem, há, 4000-et. Szia, Lajos. Nem tudom, Lajos nincsen Arizona, nem tudom. Ebbe Heki meg Starkey az illetékes, így nekik több ilyen hajójuk van. Én ebben nem vagyok annyira illetékes. Éj, Tolata Bismarck, itt van még Heki, Tolata Bismarck. Majd utána járunk, Bendor. Nem most live van, majd live után. Repesz, repesz, repesz. 7600, 3400, már mindjárt jobb. Már mindjárt jobb volt ez a sebzés. 46000 sem. Nagyon messze van. Mit csinálsz? Bence! Tapédozap tajabot! Ahohoho! Mihez? Tapédozap tajabot! Hát úgy nem gyengén megtorpedóztak. Na gyerünk ki a kikötő garázsba. Gyere már, Bence. Gyere már. No, én akkor közben megnézzük ezt a dolgot. Hogy álltok? Lájkoltatok? Hát hozom ide. Így. Jó van, lájkoltatok. Faszák vagytok, királyság. Na akkor ki, megnézzük itt ezt a nyereményt. Oldal bejegyzése, ja, OBS, hogy lássátok is, hogy nem kamuzok, meg ilyenek, nem kamuzok. Na akkor kijelző felvétel. És akkor nyertes sorsolása. Itt van ugye ez volt a kép, és... kettő darab nyertes lesz, mindenféle reakcióra figyelünk, nyertesek kiválasztása, és Monki Lajos és Salamon Dávid. Dávid és Lajos. Srácok, ti nyertetek kettő darab Sims-et. Gratulálok nektek hozzá, és akkor vissza a játékfelvételt, kijelzőfelvételt kivesszük. No. Közben ezt még visszaleteszem. Nem lesz Tivadarma volt, ma nem lesz. Közeleg a Missouri még 650k. Hát, az még elég messze van. Az még elég messze van. És akkor hatos tettek be a srácok. Hatosba. Mi az, ami... Hát akkor Cleveland. Cleveland. Mondjad, Maci, figyelek. Szívesen, Dávid. Tudom. Ez van, Stevie-m. De még van kettő darab kódom, még mindig van. Live után el fogom küldeni nektek. Még kettő van, és illetve van egy MDN-es kód, tehát még azért érdemes engem figyelgetni World of Warship live-ok alatt. Még van egy MDN is. Szóval érdemes figyelgetni.
Látom, Maci, majd szétnézünk. Tier 7, Tier 7. Olyan késő rakja rá mostanában nekem a játék. Lehet, hogy már újra kellene frissíteni. Hát tele vagyunk, Áron, tele vagyunk. Új kép lesz? Hát... Hun radar, szerintem ma már nem. Nem tudom, Stevie, írjál már azt szerintem Starkira. Hát, ha tud valami okosságot. Köszönöm szépen, hogy nyertem. Mit kell adnom, hogy megkapja? Mit kell adnod? Mit kell adnod? Rám írsz Facebookon, hogy te vagy Lajos. Te nyertél? Hát mit kéne adnod? Ezt én is kaptam, ezeket a kódokat én kisorsolom köztetek. Nem magamnak használom föl, srácok. Én elküldöm neked, fölmész a Wargaming Európa honlapjára. Wargaming EU honlapjára, belépsz a saját belépőneveddel, e-mail címeddel, jelszavaddal, ott alul a kis oldalt, a kis rublikába, ott van az, hogy aktív kód, és akkor aktiválod. Ennyi. Ennyi dolgod van, és akkor kész. Szia, Stefánusz! Nem, ma már nem, Áron, ma tényleg nagyon rövid live-ot akarok. Tényleg most estünk haza a strandról, a tízi veresre van égve a mellyem. Csak tényleg, hogy írt Starky, hogy ki lettek cserélve a kódok. Így mondom, akkor mindenféleképpen dobok ki nektek valamit. Majdnem jó, majdnem jó. Hát mondjuk azért Lajos, remélem, hogy azért a legközelebbi live-on is fogunk még látni. Meg egy-két lúc azért jöhet. De nem azért, tehát ne érts félre, de remélem azért még fogunk látni. 40 másodperc a füst. T22-t. Tón jó, volt jó, tón volt jó. Délután képzeld ezt, Stevie, hogy... Kitaláltuk, hogy gyerünk le pásztóra a strandra. Én is izgultam, hogy mennyien lesznek, meleg is volt, meg minden. Délelőtt kint voltunk a Maconkai tónál a osztállyal így. A gyerek osztályával nyársalni. Hazaértünk délre, mondom, nem megyünk le pásztóra a strandra, itt van nem messze. Aztán lementünk, és úgy képzeld el, hogy Stevie az egész strandon. Voltunk vagy 25-en. Tök jó volt, mikor a medencében csak mi voltunk. Ugye a bíró család. Á, nagyon jó volt, kicsit baromi hideg volt a víz, tehát ilyen 2,5 centis, de... Jó, jó volt, én élveztem. Belépőse volt horrorára, meg így, hogy ilyen kevesen voltak. Leültünk a büféhez. Nem kellett sorban állni. Na jó, én most ezt így élveztem, hogy ilyen kevesen volt. Hát nem hiszem el. Forduljál, Colorado. Ez az. Szóval így... Na jó volt. Ég a Colorado, ég! Lesz nekem sebzésem, jaj de jó! Nem rám figyel a Colorado.
lelassított. Jó, ellőtte magát és nem rám figyel. Ó, baszki Belfast. Hegy. Ott egy Bayern. Bodagra jó étvágyat, köszönöm szépen Áron. Königsberg. Königsbergre lőhetnék AP-val is. Ó, de kegyetlen lassúak ezek a lövedékek. Emelé Britain. Mindegy, a francia csoda. Na jó, elfordulok. Elfordulok, mert nem nagyon bírom a pofonokat. Szia Mózes, üdvözöllek. Ezt megint kigyújt az a szutyok. Mindenki engem bánt. Mindjárt elrejtelek. Hol vagy? Ó, utálom ezt a Clevelandet. Pedig annyira szép hajó. Nem igaz, hogy nem találtam el a Königsberget. Majd most meghal. Dehogy hal? Nézd meg, minden torpedót kikerült. Szia Zoltán! Nero. Nem sikerült lelopni. Pensz a kólát, akkor egyenesen utálni fogok. Könnyen lehet. Vagy meg se veszem. Az a König ott AFK? Nem tudsz befüstölni ed elém? Hú, 2.55 a füstig. Ja. 2.55. Nem tudom, nem tudom, Heki itt van-e még? Tolatni ér tirkálóval? Ó, de ez a König menti meg nekem most a csatát, komolyan mondom. A König menti meg a csatát, komolyan. Sikerül rommá gyújtani. Úgy egy nyamvad csata lett volna ez. Hoppá. Szia Gyurmi, szia szia szia. A 42 000 sebzés, de jó, de jó.
50 ezer sebzés. Menjek egy hordozót. Üsse kavicsna, megyek egy hordozót. Ahaha! Kaptam egy sűjesztést. Segíthettem volna. Várja már, hát én a izé kigyújtott hajó, a AFK hajót lőttem. Rohadt sebző bot vagyok. Bocs, Áron. Bocs, bocs, bocs. Áron? Nem Áron. Hero. Nú, de jó jött most. 50 ezer, 54 ezer sebzés. Mire jó az AFK? Hajó. Kifarmoljuk belőle az összes sebzést. Elküld, nem a játékos nevet kell nekem, azt majd te magadnak beírod. Hoho, frontbó citadella, Lajos, én el fogom neked küldeni a kódot pillanatokon belül. Nem kell nekem a játékos neved, és te majd beírod a Wargamingnek a saját oldalára, ahol a aranyat is tudod venni, még minden ott alul van egy olyan, hogy kódaktiválás, és oda kell majd beírnod, ne, te saját magadnak. Meghaltam. Hát el is küldöm nektek a... Ezen kívül mivel szoktam játszani? Mózes. World of Tanks, War Thunder. Hát volt Alien Live is. Mostanában szokott lenni Crossout. Voltunk strandon! Így igaz, voltunk strandon. Köszönöm szépen, kisfiam. És akkor... Dávid, neked már el van küldve, és arra megkérnélek benneteket, hogy a live alatt még aktiváljátok már, és akkor itt a chatre beírhatjátok, hogy működött-e másolás, és akkor Lajos, megy neked is a kód, elküldtem, neked is Lajos Facebookon, arra kérlek benneteket, tehát egy ilyen kék pólós napszemcsis csávó küldte, hogy aktiváljátok, és akkor... írjátok be, hogy ment-e. Köszönöm szépen, hogy aranyos a kisfiam, az anyjára hasonlít, az anyja ilyen aranyos. Az asszony ilyen aranyos, látjátok, én ilyen csúnya szőrös öreg ember vagyok már. Akkor kérlek, írjátok már be, és akkor... addig is menjen a live. Te még élsz? Igen. Látom, hogy a füstben vagy. Szia, Fradika! Ki az a Fradika? Szia, Dávid! Nem hiszem el, hát hogy szedett ez ki, Lizé? Tonár. Na, hát ezt azért meg fogjuk nyerni. Megnyerjük. Hát ezt a csatát megnyerjük. A Fidzsinek? Így van, pedig megvan nekem is, és elég sok csatám van vele. Szia Gábor, üdvözöllek téged is. És ha tetszik a live, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Nincs facecam, tudom, én kapcsoltam le. Na, akkor gyerünk még egy... Ignájzen a út, nem lett még lecsillagozva. A mai napon. Jönni akar más, vagy beleférek még ebbe? Nyugodtan gyere. Akkor elhozom én is a nehézét. Így van, Kitty írja.
Igen, Alien már nagyon régen volt. Ah! Jussunk ládát. Hordozós kör, bocsánat, tier 5-ben megyünk. Tier 5-ben megyünk, tényleg a hordozó nem fel. Ötös? Igen, ötös a hordozom. Akkor jött egy bejártó. Pillanat, csak felzászlózom. Juhú, kaptam 4 darab India Deltát. Hordozó. Te utálsz engem, Tamás. Én úgy veszem észre. Na, Smith sikeresen a kikötőben. Köszönöm szépen, Dávid. Mit tartalmazott a kód? Mi az a hordozó? Repülőgép anyahajó. Ja. Hát repülőgép hordozó, tehát úgy mint most az új nagy repülőgép hordozók. Csak ugye ezek a régiek, ilyen második világháborúsak. Közben még egy küldetésem teljesítve van. Nagyon baba, ez már megvan. És akkor csatába. Tegnap előtt kaptam szuper konténert, volt benne 50k free XP, most ez nekem is jó jönne, hogy haladjunk fölfelé a Missouri felé. Én mostanában nekem nem nagyon adja, Stevie-nek adogatja a szuper konténereket. A hajót plusz egy kapitányt. Jó van, Dávid, örülök neki. Tibi, rossz setupot használsz, azért rossz. Oké, Meli, szia, jó rankedet. Hát egy torpedósraj, meg két bombázóraj, az nem jó? Én olyan hülye vagyok a hordozóhoz, hogy öröm nézni. Merre menjek? Autopilot mode enabled. Action stations. És akkor... Merre mentek? Hát én jobbra. Bemész a szurdokba? Hát be nem megyek, de ott egy ilyen kis karikát elcsapok. Jó. Igazából nem a kedvenc pályám. Nem rossz ez a pálya különben. Jó, akkor kész vannak a rajok. Én majd így elküldöm őket, valahova ide fognak szambázni. Így ide a sziget fölé. És hogyha látok valamit, akkor... Akkor azt egyből... És ebből jönnek a repülők? Igen. De Mózes, nem tudom, hogy a... World of Tanks-ben mennyire vagy ismerős. Hát hasonlóan képzeld el, mint az Artica, tehát ilyen felülnézetből látod, ilyen Beard V-edből látod a képernyőt, és akkor ugye meg tudod torpedózni a... vagy le tudod bombázni a... ellenséges hajókat, csak vigyázni kell a légvédelemmel. Emily Britannek milyen a légvédelme? Hát nem valami jó. Nem valami jó? Nem valami jó. Sőt, azt hiszem defensív AA fire nincs is rá. Van egy vadászgép. De felküldöm. Hát ezt már beküldtem a tutiba őket, ezek most meg fognak halni. Az a baj, itt van, itt vannak a vadászgépeik. Aha.
menni kell innen. Hát nem tudom, mert mit csinál ez itt. Feltart. Ki is lőtték a torpedóvetős rajomat. Fú, picit nekem távol áll tőlem ez a hordozózás. De igyekszem majd úgy csinálni, hogy jó legyen. Az nehéz, azt én is próbáltam. Á, jönnek a vadász. Jó, lefoglaltad az egyik vadász rajt, akkor rájuk küldöm. Ah, van még egy vadász raj. Jó, hát 4200 sebzés. Itt lesznek a közeledben majd a torpedóvetős rajaim, hogy légvédelemmel tudjál valamit izélni. Uh-huh. Védeni rajtam. Okay. Na, az már kihullott. Itt van bent a valahol a izé. Én adogatom a parancsot a repülőgépeknek. Nem tudom oda beküldeni a gépeimet, mert a... Ah, New York csatahajó. Megy a New Yorkra. Hát elküldöm felőle tőletek a izét. Mert ott mozognak a vadászgépek. Oké. Én valakinek kicsapni azt a Königsberget, mert kevés HP-ja van. Jön megint a vadász gépes raj. Ide a Cleveland felé, ide gyertek. Ez nagyon trék ezek a franciák. Hát nekem ez nagyon nem megy. Szerintem azt látjátok. Már van 8000 sebzésem. Nagyon jó állok. Group 4, maintaining present course. Group 2, taking fire. Nem tudom, ez az akacuki, ez mit csinál? Szia, Li figuru. Egy darab torpedó megy. És elkapja. Nem, pont átment az előtte. Hát én inkább a csatahajókat szeretem, Mózes. Jó, ez sikerült lebombázni. Hol van már támadás alatt a 4-es rajom? Hát, ez nagyon megnyeri a zenemé, nagyon béna hordozós vagyok. Szia Zsolti! Föl is vagyok spotolva.
Jövök, de hát akkor is elbukjuk, hiába jövök. Hát ezt nagyon elbukjuk, hát 90 pontunk van. Ma harombolóra érdemes ugyan ráküldeni a bombázókat. Hát nem ez a legnagyobb az ötös szintű. Ha kacsázik, akkor nem kapja. De ez a Bayern, az AFK még? Ah, eléggé. Ah, és 1300-at sikerült bele. Mit csinál? Ó! Meghalt a hordozom, szia Dávid! Köszi szépen Zolcsi, köszi szépen! Lesz majd tényleg Alien is srácok, nem tudom mikor, de tényleg már fogom folytatni mindenféleképpen. Köszönöm szépen a lucot! Tibi, a VOD-ban az orosz Matilda 4-et lehet nyerni? Hát mit tudom én, Matilda 4-et. Azt sem tudom, hogy az orosz, de szerintem nem. Orosz? Igen. Orosz, akkor oroszat. Hát elsüllyedt a hordozón, bugy, 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 bugy. Ilyenkor csak egy helyben állsz, álltál? Nem, ment a hordozó, tehát valamennyire. De ugye a hajó maga az a háttérben van. Onnan ugye a repülők a lényegek, mert ugye a repülőket irányítom. Hát meghaltál, na? Már igen. Nem baj. Franciákat gyűlölöm, de állítólag a 8-as tolmányon. Igen? Hát azt mondják, 8-tól már elég jók. Tudom, mostanában nagyon keveset játszottam a hajóssal, csak amit live-ba játszottam. Lejjebb mentem a nap, följebb húzhatom eredőt. Lejjebb. Na Tiborként, köszönöm a live-ot. Oké. Okay. És a szakaszt, hát máskor is jönnék, ha lehet. Oké, megbeszéltük. No. Na, köszi, állam. Köszi, szia. User disconnected from your channel. És akkor itt még Kecske írt nekem még live elején, hogy jönne ő is. Nem tudom, fönt van-e még a játékba, meginvitálom őt is. Annyira nem akarok megtanulni Zolt. Nem, annyira nem vágyam, hogy megtanuljak. Mi? Hordozózni. Na nem tudom, hogy Kecskének megvan-e. Azt mondja Dodi 72, szia Dodikám. Szia Tibike, láttam a kazári dombokról a teket avat, van benne víz rendesen, családi kiránduláshoz tökéletes, várom a képeket. Na hát, hogyha van benne kép, víz, szombaton nem megyünk ki a teketóhoz, azt mondja Dodi, hogy izé van benne víz dögivel. Kisétálunk? Hol a teketó, ahol terhesen voltunk kint? Ó! Ó! Lifi guru, nézd meg, milyen szépet ír, gyere olvasd el, nyuszikám. A Dodi kisétálhatná velünk. Vissza kéne már nyomni a fejemet, nem gondolja? Nem szóltok, srácok? Ilyen sokáig azért nem ganéjozok. De a gyert most kővárjuk? Igen. Rangsoroltat mész, kicsim?
Ó, oh, köszönöm szépen, Tamás. Nem, de asszony volt terhes az ikrekkel, mikor ott jártunk kint. De majd elmegyünk. Egy kis lúd, köszönöm szépen, Zolcsi. Hogy állunk időben? Mennyi már az idő? 8 óra, mennyi? 8:20. Tényleg nem sokáig tart már live. Hát nem tudom, hogy itt nekem mi a legjobb. Zoltán, szombaton nappalos leszel, Dodika. Ó, nekem szombat reggel telik. Kisétálhattunk volna. Nem, ez az utolsó csatám, Zoltán. Feleséged is játszik, ő most fotozik, éppen rangsorol csatákat megy. Tibi, elég zsenge a lájkok száma. Srácok, aki itt van és tetszik neki a live, lájkoljon. Kevés a lájk, azt írják. Lájkoljatok, kérlek. Legyen még hajós live. Mi, mennyi lájk van? Kérdezi a feleségem. Lehet, hogy én is gurulok egy pár rangsoroltat. De azt már nem közvetítem, tényleg most egy picit el. Igen, TS cím ugyanaz. Belfast. Tényleg szerettem volna nektek a kódokból kisorsolni, aztán még van kettő, meg még van egy Emden hajós kód. Na, a holnapnak vége és nyári szünet. Így van, már nyári szünet van. Ma kint voltunk Maconkán, és eldöntöttem, hogy menni fogok horgászni. Nagyon olyan rég voltam már kint a Maconkai tónál, és eldöntöttem, hogy nekem oda ki kell menni horgászni. Annyira szép lett az a tó. Én nem voltam már a tónak a közelében, hát, hogy őszinte legyek, olyan 6 éve. És annyira szépen megnőtt, amikor kint voltam utoljára horgászni, mert ropogósra sültem, mert alig volt árnyék. Ahol meg lett volna, ott meg hely nem volt. Na mindegy, és most már mindenhol megnőttek a fák, meg minden. Ó, oh, ez az omaha mit kapott. Azt a marha! Úgyhogy én eldöntöttem, hogy mondtam is feleségemnek, hogy valamikor kimegyünk horgászni, mert komolyan mondom, rendesen megkívántam azt, hogy én menjek horgászni. Igazi Wargaminges család. Bizony, ma a tónál még össze is voltunk költözve, mindketten Wargaminges pólóban voltunk. Jaja. Mikor lesz War Thunder? Lehet, hogy holnap délelőtt. Ma volt, ma orosz hasonló live 40 alatti nézővel, több is. A rosszból szavakat még értek. Na, az jó, hogyha még értesz az oroszból szavakat. Ez a Kutuzov ellen... Olyan keresztbe kasul megyünk. Hát az, hogy te szeretsz horgászni... Én is szeretek horgászni, de már tényleg baromi rég horgáztam. Most mondta Heki, hogy ne lőjek 20 km-nél messzebb lévő hajóra. És igaza van, mert elfordul a Nagato. Sorry, kapszlok, semmi gond. Bocs, semmi gond. Karolina? Karolina? Hát de holnap meg éjszakás vagyok, srácok, úgyhogy holnap este semmilyen live nem lesz nálam. Horgászol, ha egyszer Esztergom felé jársz, vendégem vagy egy bográcsozásra és egy pecára. Megbeszélhetjük, hogy ha egyszer arra járok, Zsolti. Mondjuk én még folyami vizes. Nem horgáztam folyóvizen. Hát, na jó, egy pár bedobás volt a keleti főcsatornánál, de ott nem én horgáztam, hanem a főnököm, akihez jártam dolgozni. Léci, találd el! Léci! Ah,
Hát, na. Vodban kedvenc tankom, Tiger 2, Löwe, T110, E4, Maus. Hát TD-k meg a nehéz tankok, én ilyen... Még... Én lassú mozgású vagyok, nekem már a medtankok azok... Picit sok. ...5633! Hát de hogyha már a Duna Esztergomról beszélünk, akkor már Duna. Persze nem tudom, hogy a Dunán mennyire lehet sikeresen horgász, nem tudom milyen mennyiségben van benne hal. Vagy hát egy ilyen bot, mint én. 3000, 2000, mindegy, se van sebzés, az a lényeg. Olyan, ami még nincs meg és kedvenc. Hát figyelj, én test szerveren Zolcsi próbáltam a kukáskocsit. Ugye az FV... Mit tudom én mit, ugye nem a halálcsillagot, hanem a másikot, FV... Az úgy tetszene. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz éles szerveren. Ugye test szerveren minden más. 2000... Vártanderba kedvenc tankod, még kifejlesztés alatt áll, Dávid. Tehát még a Tigris 1 van meg, vagyis a Tiger, a két Tigris van meg. Hát a, nem, annyira nem jön meg be. Megmondom őszintén. Én többet vártam, azt hittem, hogy a Vártanderban jobban páncélozottabbak lesznek, de nem. Milyen gépigény kell a Warshiphez? Hát több kell, mint a VOD-hoz. Fejből nem tudom a gépigényét. Jó, én ezt a Bismarckot hagyom. Nem érdemes, nem. Valamivel több sebzés kellene. Ott van-e Karolina, Kutazov, Karolina. De kíváncsian várom a T-62 át is. Szóval kíváncsian várom azokat a tankokat is. Atus estét, köszönöm szépen a lucot, Atus. Sanya Play, Warshiphez gyengébb gép is elég, mint a VOD-hoz. Nem tudom. Nem hiszem. De meg lehet nézni a gépigény.hu-n. Type 5 Heavy a mouse mellé, az még nagyon messze van. Nagyon messze van. A Type 5 Heavy. Muszáj vagyok a Bismarckra ráfordulni, itt hagyták a Bismarckot. Enemy is a Batövén. Thank you.
megállt a Bismarck. Visszatolat a hegy mögé. Ó, de nagyon csúnyán vesztünk. De nagyon csúnyán vesztünk. Kiütötték az ágyúmat. Neked csak az az 1-10-es tankod van? Kárpátaljára is jöhetsz, tiszt. Parton lakom. Jót lehet horgászni vendégem vagy. Köszönöm szépen így a meghívásokat, srácok. Ha egyszer arra járok, akkor fogok előtte szólni. Én már HP-t se töltök, semmi értelme ennek a csatának. Négyezer. Ényi. Igen, ez volt az utolsó csata, srácok. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. De arra gudjatok, tényleg nagyon fáradt vagyok. Mondom, már kódokat azt tényleg ki akartam sorsolni. És akkor mindenféleképpen lesz majd még a következő live-ban is kódsorsolás, úgyhogy várlak benneteket oda is vissza. Úgyhogy jó éjszakát nektek, és sziasztok!